Jó reggelt kívánok! Erőt, egészséget! Boker tov mindenkinek! Kedves barátaim, folytatjuk a Jevamot traktátus 48-as lapjával, és most már napok óta a betérésről van szó. Tegnap a betérésnek a menetéről beszéltünk, és aki esetleg lemaradt volna róla, annak Katalin ajánlásával is melegen ajánlom. Nagyon érdekes volt, érdemes megnézni, érdemes belehallgatni. Ma reggel pedig vissza fogunk térni egy kicsit a Kánánit a szolga témájához, de azért maradunk még a betérés területén is. Ha visszaemlékeztek, arról volt szó, hogy a Tóra, ugye a Kánánita szolga intézményével azt vezeti be, hogy az ókori szolgatartásban, amikor valaki egy pogány szolgát vesz, akkor az csak abban az esetben tarthatja meg szolgaként, hogyha az illető szolga valamilyen szinten betér zsidónak. Egy ilyen furcsa státusza volt a kánánita szolgának ebben az időben, hogy egy ilyen félig zsidó státusza volt, tehát ha nő volt, akkor elment a mikvébe, ha férfi volt, akkor körülmetélkedett és elment a mikvébe, és onnantól fogva a parancsolatok kötelezőek voltak rá, legalábbis a tiltó parancsolatok és a nem időhöz kötött felszólító parancsolatok. Abban az esetben, hogyha ez a szolga felszabadult, ha kapott egy felszabadító levelet, akkor ezáltal teljes jogú szabad ember lett, és egyben teljes jogú zsidó is lett, és ezzel tulajdonképpen akkor teljessé vált a betérése. Volt róla szó korábban, hogy amikor betér, így az első betérése, tehát amikor betér Kánánit a szolgaként a zsidó szolgájává válik, és betér, akkor ez a betérés is az akaratával, beleegyezésével kell, hogy történjen. És akkor erről is beszéltünk már, hogy itt különböző vélemények vannak, hogy egyáltalán szabad-e egy Kánánit a szolgát tartani, vagy venni, anélkül, hogy az betérne, végigmenne ezen a betérési vagy félbetérési folyamaton. Erről is szó lesz majd ma a későbbiekben. De most arról fogunk beszélni, hogy amikor a kánánita szolga felszabadul, ahogy az előbb mondtuk, és ezáltal végleg betér, és teljes jogú zsidóvá válik, teljes jogú szabad emberré és zsidóvá válik, akkor ez a betérés, ez a befejezése a betérésnek, ez is az akaratával kell, hogy történjen, hogy ez már nem az akaratának a függvénye. Tehát ugye ugyanúgy, ahogy amikor valaki nulláról betér. Ha betér, az nyilván az akaratával kell, hogy történjen, de ha már egyszer betért, akkor nincs visszaút. Ugye erről is volt szó tegnap. Onnantól fogva ő már zsidó, és nem tudja elhagyni a zsidóságot, ugyanúgy, mint egy született zsidó. Akkor itt is fölmerül, hogy amikor a kánánita szolga betér, befejezi, ugye itt nála két lépcsős a betérés, van egy első fázisa a betérésnek, amikor kánánita szolgaként pogányból a zsidó kánánita szolgájává válik, és van egy másik lépcsője, amikor a kánánita szolga státuszból egy teljes jogú zsidóvá lesz, akkor esetleg a második lépcső, az már nem kell, hogy az akaratával történjen, hanem az az akaratán kívül is, ha történik, akkor, akkor az érvényes betérés. Ezzel fogjuk kezdeni a témánkat. Ugye mit mondott a Brájta, amit tegnap tanulmányoztunk? A Brájta a végén, ugye leírta a Brájta részletesen, hogy hogyan kell a betérést csinálni, mi a betérésnek a folyamata, és a folyamat végéről azt mondta, hogy amikor alámerül a betérő, akkor az alámerülés a mikvében ugyanolyan szabályrendszer szerint kell, hogy történjen, mint amilyen szabályrendszerben a
betérő vagy a nida nő merülnek alá a mikvében. Tehát ugyanúgy például, mint ahogy van a hacica fogalma a nida nő esetén, a menzeszes nő, a menzeszből megtisztuló nő esetén, hogy nem szabad, hogy semmi a testén elválassza a testét a, víz, a víztől. Ugyanígy azt mondja a Evedme Suhrar, a felszabadított szolga, ugye a felszabaduló szolga, és a betérő ugyancsak, ugyanez szerint a szabályrendszer szerint kell, hogy a mikvében alámerüljön. És itt együtt említi a betérőt a felszabaduló szolgával. Echod gerve, echod evedme Suhrar. Most ebből úgy tűnik, hogy a betérő és a felszabaduló szolga, tehát a szolga betérésének a második lépcsője, az egymással párhuzamban van. Amiből az a benyomásunk, hogy ez azt jelenti, hogyha egymással párhuzamban van, akkor itt nem csak a mikvében való alámerüléssel kapcsolatban van egymással párhuzamban, hanem általában mindennel kapcsolatban, ami azt is jelenteni, hogy a felszabaduló szolga, amikor elvégzi a betérés második lépcsőjét, akkor ugyanolyan módon konszenzussal a saját akaratából kell, hogy ezt elvégezze, mint egy nulláról betérő. Ugye? Még egyszer. Tehát ugye az volt a kérdés, hogy a, hol szükséges, ha szükséges egyáltalán, de hol szükséges a kánaánita szolga betérésének a folyamatában az ő akarata, az ő beleegyezése. Abból, hogy a felszabaduló szolga együtt van említve a nulláról betérővel, arra következtetünk, hogy ugyanúgy, ahogy a nulláról betérő saját akaratból kell, hogy betérjen, ugyanígy a felszabaduló szolga is a végét a betérésének saját akaratból kell, hogy csinálja. De még egyszer mindenki számára érthető legyen. A szolga úgy tér be, hogy először, amikor pogány szolga volt, és egy zsidó szolgája lett, akkor körülmetélte magát, és elmegy a mikvébe. Amikor felszabadítja a zsidó, akkor megint elmegy a mikvébe, és onnantól fogva teljes jogú, szabad zsidó ember lesz. És most úgy tűnik, hogy mivel ez a második fázis együtt van említve a nulláról történő betéréssel, akkor ugyanúgy, ahogy a nulláról történő betérés szabad akaratból kell, hogy történjen, ugyanúgy a kánaánita szolga betérésének a második lépcsője szabad akaratból kell, hogy történjen. Kasszálka dájtach le kábel alavél mitzvöz. Tehát abból, hogy így van megfogalmazva, vagy együtt van a betérés második lépcsője, vagy a kánaánita szolga betérésének a második lépcsője, egy sima betéréssel együtt van említve, ebből arra gondolnánk következtetni, hogy ugyanúgy saját akaratából magára kell, hogy vegye a tóra és a micvák kötelességét. Urem minhu, ma med van ima múrim ben gérával evedmi suhran én szarek le kábel. Ugyanakkor viszont van egy másik brájta, amelyik azt mondja, hogy kinek kell magára venni szabad akaratból a micvákat, a betérőnek, de egy kánaánita szolgának, akit most felszabadítunk, már nincsen lehetősége visszalépni, és ő neki nem kell magára vennie a micvákat. Önmagában, hogy felszabadítjuk, az akarata ellenére tulajdonképpen akkor zsidóvá lesz. Ez egy érdekes dolog, mert ugye az ember azt gondolná, hogy hát hogy lehetne valaki akarata ellenére? Hogy válhatna valaki akarata ellenére zsidóvá? Csak ha jobban belegondolunk, akkor ez nap mint nap megtörténik, mert amikor egy zsidó zsidónak születik, akkor is az akarata ellenére válik zsidóvá. Tehát nem senki nem kérdezte meg, hogy zsidó akarsz-e lenni, hanem megszületett zsidónak, akkor az zsidó. Akkor ezért nem kizárt, hogy legyen egy olyan állapot, hogy valaki, mint mit tudom én, egy ilyen kánta szolga, akit felszabadítunk, az, ne kell, az nem kell, hogy az akaratával hozzájárulja. Jó, tehát akkor összességében mit látunk, hogy két hivatkozásunk van. Az egyik hivatkozásból úgy tűnik, hogy a kánaánita szolgának, amikor felszabadítják, akkor ismét magára kell vennie a micvák kötelességét. A másik véleményből úgy tűnik, hogy, hogy nem kell, hogy magára vegye. Amár a Seyshez, Lai Kásia, Harab Simon Ben Elazar, Haraban. Azt mondta, Rav Seyshez, nincs itt semmi ellentmondás. Két vélemény van.
Rav Simon ben Elazar és a bölcsek. És ez a két vélemény jelenik meg ebben a két egymással ellentmondásos brájtában. Az egyik Rav Simon ben Elazar véleményét követi, aki azt mondja, hogy magára kell venni a micvák kötelességét ismét. A másik a bölcsek véleményét követi, akik azt mondják, hogy nem kell magára vennie. De Tánja. Oké. Okay. Van egy fogalom, amiről most tanulni fogunk, ami kapcsolódik ez a témához, és ez az éses jafes tojár fogalma. A szép ábrázatú nő. Miről szól a szép ábrázatú nő? A Tóra a háborúk törvényében, Mózes 5. könyvében arról beszél, hogy ha egy háború van, akkor bizonyos engedmények vannak téve a katonáknak. A Tóra micváinak a megtartása kapcsán. És az egyik ilyen érdekes engedmény az az, hogyha a háború alatt látsz egy szép ábrázatú nőt, mondja a Tóra, és megkívánod, mármint katonaként, katonadolog, erre szokták azt mondani, akkor magadévá teheted, de nem lehet csak úgy megerőszakolni és viszontlátásra. Az egy felelősséggel jár, tehát hogyha megtetszett ez a nő, akkor haza kell vinni, és be kell térítened a nőt, és utána legyen a feleséged. Magyarul erre mondja azt a Talmud, Dibre Töjrök negedétszer hara, van a Tóra itt az emberi rossz ösztönt, rossz ösztönnel kiegyezve hozta ezt a szabályt. Mivel a katonák a háborúban gyakran csinálnak ilyen erkölcsen dolgot, ezért nem megtiltani nekik nincs nagyon értelme. Megtiltani nekik nem nagyon van értelme, mert úgyse fogják megtartani a tilalmat. Akkor inkább azt mondjuk, ha ilyet csinálsz, azt felelősséggel csináld. Szerintem akkor vidd haza az asszonyt, és térjen be. És a Tóra azt mondja, ugye azt kell tudni itt még, hogy a Tórából tudjuk, hogy ezeknél az ókori háborúknál, ezeknél az ókori háborúknál ez egy hadviselés volt, hogy a nők nagyon kiszépítették magukat, és megpróbálták az ellenséget elcsábítani. Szóval itt nem annyira arról volt szó, hogy a férfiak megerőszakolták ezeket a nőket, hanem ez egy az másik oldalnak a hadviselésének a része volt, hogy a fókuszt elvegyék a katonáktól, ezért megpróbálták elcsábítani az ellenséges oldalnak a katonái. És erre mit mond a Tóra, hogyha nem bírsz magaddal, mert tényleg elcsábulsz, akkor engedhetsz ennek a ösztönnek, de haza kell vinned a nőt, és a Tóra úgy fogalmaz, legyen otthon nálad az otthonodban a nő, borotválja meg a fejét, sirassa apját és anyját egy hónapon keresztül, és utána legyen neked asszonynak. Mit mondanak erre a kommentárok? Hogy a nőt, hát nem, azért nem biztosra akarunk menni, hogy valóban el akarod venni feleségül, és ezért mielőtt újra együtt lennél vele, egyszer-egyszer voltál vele a harctére, a fronton, hazahoztad, akkor mielőtt újra együtt lennél vele, nézzük meg, hogy tényleg akarod-e, meg leborotválja a fejét, megnöveszti a körmeit, már nem annyira szép, nem annyira vonzó, közben siratja az apját és az anyját, a népét, és hogyha ennek ellenére után is együtt akarsz lenni vele, akkor házasítsd össze. Vagy házasodj össze vele. Így itt arról is szól, hogy a nőnek az akaratára szüksége van. Tehát a nő be kell, hogy térjen zsidónak. És ha nem tér be zsidónak, ezután az egy hónap után, akkor nem tudsz vele összeházasodni. Magyarul az első együttlét az nem egy konszenzusos együttlét, vagy nem egy betéréssel és házassággal járó együttlét, de a következő az már az kell, hogy legyen. Oké. Okay. És mit mond ennek kapcsán a Brájta? De Tánja. Box lesz a viaszima, siratsa az apját és az anyját, mondja erről a szép ábrázatú nőről. Ma medvanim a murim, se löj kibla a lea. Aval kibla a lea, mad billau mutarba miát. Mikor van ez így? Akkor, hogyha a nő nem akar önszántából betérni. De ha a nő önszántából betér, és azt mondja, én szeretnék zsidó lenni, akkor nem kell
ezeket a fölösleges köröket futni, nem kell, hogy, hogy csúnya legyen, és sírassa az apját, az anyját, hanem rögtön be lehet téríteni, és zsidóvá lehet a nő, és lehetett feleségül. Tehát, hogyha szabad akaratából betér, akkor minden jó. Mit mond erre a Simon ben Lozza? Szóval én nekem van egy kis kapu, van egy kerülőút, nem tudom, mi a jó kifejezés. Én tudok neked egy receptet mondani arra, hogy hogy lehet a nőt az akarata ellenére úgy zsidóvá tenni, hogy nem is kell megvárni ezt az egy hónapot, amíg siratja az apját és az anyját. Még egyszer. Normál esetben, ha hazahozod a nőt, akkor kell, hogy sirassa az apját és az anyját, és csúnya kell, hogy legyen, és le kell, hogy borotválja a fejét, és meg kell, hogy nevesse a körmeit, és ha még egy hónap ilyen után is akarod, akkor zsidóvá lehet tenni, és be kell téríteni, és a feleséged lehet. De ha ő maga akar betérni, akkor nem kell megvárni az egy hónapot, rögtön a feleséged lehet. Mire azt mondja, Simon, az, hogy nekem van egy receptem, hogy hogy tudod zsidóvá tenni, és megspórolni ezt az egy hónapos várakozást. Hogy? Kajfeumat bilalasém sifhusz, de hajzerumat bilalasém sifhul me sáhrana. Először kényszerítsd arra, hogy legyen szolganő, Kánaánt a szolganő, és akár az akarata ellenére Kánaánt a szolganőként betérítheted, majd az akarata ellenére felszabadíthatod. És akkor így végment a két lépcsőjén a kánaánita szolga zsidóvá válásának, és a végén ott van egy zsidó nő, akit el lehet venni feleségül, és még ki se kell várni ezt a hónapot. De itt azt kell tudni, hogy korábban szó volt róla, hogy a kánaánita szolga is csak az ő konszenzusával válhat zsidóvá. És itt nem teljesen világos, és itt ugye mit mond, hogy az akarata ellenére tehetett kánaánita szolgává, és utána az akarata ellenére felszabadíthatod. Ugye most a mi vizsgálatunk szempontjából a fő kérdés az, hogy föl lehet-e szabadítani az akarata ellenére, és ezzel a betérés második lépcsőjét meg lehet-e tenni az akarata ellenére. De itt ugye azt is mondja, hogy az első lépcsőt is az akarata ellenére meg lehet csinálni. Most itt nem világos teljesen, hogy itt pontosan ez mit jelent. Vannak vélemény, ha jól értem, akkor vannak, akik ezt úgy magyarázzák, hogy amikor azt mondtuk, hogy csak konszenzussal lehet egy kánaánita szolgát kánaánita szolgává tenni, akkor ez azt jelenti, hogy igazából lehetne konszenzus nélkül, de nem helyes, nem ajánlott. Vannak vélemények, azt mondják, hogy két vélemény vannak, az egyik szerint lehet, a másik szerint nem lehet. Mindenesetre akkor a Simon ben Lazartól mit látunk, hogy a kánaánita szolga, ha már kánaánita szolga mindenképp, akkor utána már a végső felszabadítása és ezzel a zsidóvá tétele, az nem kell, hogy az ő beleegyezésével történjen, az akarata ellenére is történjen. Tehát akkor van egy véleményünk, aki szerint ezt a második lépcsőt, ezt az akarata ellenére lehet csinálni, és van egy véleményünk, a bölcsek véleménye, akik azt mondják, hogy csak a beleegyezésével lehet a második lépcsőt is megcsinálni. Miért mondja Rab Simon ben Lazar azt, hogy csak a beleegyezésével lehet a kánaánita szolgát felszabadítani, és ezzel teljes jogú zsidóvá tenni? Amar Rava, my time, de Rab Simon ben Lazar, dixiv, ve kol ebed is miknas keszev, be ebed is, ve löj be ebed isa. Ela, ebed is átamol bálkarchai, ve iátamol ben is bálkarchai. Oké. A körülmetélés parancsáról, körülmetélés parancsa kapcsán azt mondja a Tóra, még az egyiptomi szabadulás előtt, mikor a körülmetélés parancsa meg van ismételve, miután ugye megadatott Ábrahámnak, azt mondja, akkor eved is michnász keszef. Közben látom, hogy Larissa azt mondja, azért ez borzasztó, képzeljük el, hogy a katona éppen megölte a nő anyját és apját, és a nő ott marad, feleség lesz és gyerekeket szül. Szomorú világ.
Lehet, hogy még szomorúbb, hogyha ott hagyja, és minden felelősségvállalás nélkül. Oké, okay, most ennek a dolgnak a lelki részében nem fogunk belemenni, nyilván így a 21. századból nézve ez egy kicsit másmilyen, mint ami akkor volt. Minden... Igen, háború az nem egy, az nem egy szép dolog. Oké. Okay. My time, oké, okay, szóval mit mondott Rab Simon ben Elazar, hogy az akarata ellenére lehet zsidóvá tenni a kánaánti szolgát. Most ugye a körülmeténésről van szó, és a körülmeténésnél a Tóra azt mondja Mózes második könyvének 12-es fejezetében, minden szolgát, minden férfi szolgát, akit pénzen vettél, metéld körül, és utána ehet belőle, ehet a pénzaki áldozatból. Ugye? Mit látunk ebből, hogy a kánaánita szolgádat is körül kell metélni. És mit mond? Ebed is, villaj ebed is, miért mondja azt, hogy és minden férfi szolgát metél körül? Miért kell mondani, hogy férfi szolgát? De csak férfiakat lehet körül metélni, nőt körül lehet metélni? Miért kell hangsúlyozni, hogy férfi szolgát? Ela, shel, ebed is, atom molbar koichoy. Mit akar ez mondani? Hogy egy férfi, tehát nagykorú szolgát, akár az akarata ellenére körülmetélhetsz, annak ellenére, hogy nem vette magára a Tóra parancsolatait, akarata ellenére elvégezheted rajta a betérést. De ijátom mal ben is bálkorhaj. Viszont ez csak akkor leheted meg, hogyha hogyha ez a te szolgád, mint férfi. De hogyha egy idegen férfinek a fiáról van szó, azt nem mehetélheted körül az a férfi. Magyarul azt mondja, hogy simán az a, hogy ebből az, a mondatból azt látjuk, hogy a szolgád hiába egy nagykorú ember, őt az akarata ellenére körülmetélheted, tehát betérítheted. De egy nem zsidót, egy egyszerű nem zsidót, egy egyszerű pogányt, akinek, aki nem a szolgád, azt nem térítheted be az akarata ellenére. Oké, okay? Tehát innen vezeti le Simon ben Elazar, hogy a kánaánita szolga betérése az az akarata ellenére is történt. Ha lemerülnénk, akkor a telefonról folytatjuk. Oké, okay, ezt mondja Simon ben Elazar. Tehát még egyszer, Simon ben Elazar azt mondja, hogy a kánaánita szolgát az akarata ellenére is be lehet téríteni. Vera banon, mi a helyzet a bölcsekkel? A bölcsek ezzel nem értettek egyet, és ők azt mondták, hogy nem lehet az akarata ellenére betéríteni a szolgát. Amár ullag sem se ijátammal ben is bálkarhaj, kach ijátammal eved is bálkarhaj. Ula azt mondja, hogy a bölcsek mit mondanak? Ugyanúgy, ahogy egy idegen férfi fiát, tehát egy ismeretlen, idegen pogányt nem téríthetsz be az akarata ellenére, ugyanígy egy kánaánita szolgát nem téríthetsz be az akarata ellenére. Velak, szívekkal, eved is. Akkor viszont miért van ez hangsúlyozva, hogy, egy, hogy a férfi szolgádat metélt körül? Miért van hangsúlyozva, hogy férfi? Ugye Simon ben Elazar szerint azért van hangsúlyozva, hogy férfi, mert azt akarja mondani, hogy annak ellenére, hogy ez egy férfi, hogy ez egy nagykorú, körülmetélheted az akarata ellenére. A bölcsek ezzel nem értenek egyet, akkor szerintem miért van írva, hogy a férfi szolgád? Mi baj el, a hullé, mi baj el, de Smuel, de Smuel, a mafkir ábda jatsz, a helyrész, én szerek egy csikrus, nem már, de kol ebed is, miknász keszef, ebed is, vele ebed is, a ella, se ebed is, ebed se is, de susz rába, alav karúj ebed, de se én, de susz rába, alav, én, hogy karúj ebed. Kicsit nehéz ezt elmagyarázni, de azt mondják, hogy ez egy egész más szabályra vonatkozik, az arra, vagy egész más szabályt akar nekünk tanítani, méghozzá azt, hogy hogyan kell felszabadítanod a szolgát. A bölcsek azt mondják, hogy a férfi szolga az azt akarja kifejezni, hogy ez a szolga csak addig szolga, amíg a te szolgád. De hogyha már nem szolga, akkor férfi, egy önálló ember. Mit akar ez mondani? Hogy amikor felszabadítod, akkor a felszabadítás történhet olyan egyszerűen, hogy azt mondod, a szolgát felszabadítottam, és nem kell neki adnod egy külön válólevelet, vagy egy ilyen felszabadító levelet.
Mert ő önmagában is egy férfi. Önmagában is egy autonóm ember. És ez jelenti azt, hogy férfi szolga. Tehát a bölcsek szerint ezt jelenti, vagy erre utal az a kifejezés, hogy a férfi szolgálat. Oké. Oké. Akkor mit látunk ebből? Összefoglalva, tehát Rav Shimon ben Elazar szerint a szolgát azt lehet az akarata ellenére betéríteni, a bölcsek szerint ugyanúgy, ahogy egy nulláról betérőt csak az akaratával lehet, ugyanúgy egy kánáit a szolgát is csak az akaratával lehet betéríteni. Mászkifra Rav Papa, Eymur de Samlat Leju, Mie Fászta Jár, de Lői Sájha be Mitzvesz, Abel Eve de Sájha Mitzvesz, Hachi Nami, de a Filura Banam Majdu. Rav Shimon azért próbálkozik, hogy a bölcsek véleményét jobban megértse, és azt mondja, hogy várjunk csak, hol mondták a bölcsek, hogy nem lehet az akarata ellenére betéríteni? A szép ábrázatú nőnél. A szép ábrázatú nő az nem hasonlíthat annyi, vagy nem hasonlít teljesen egy kánálit a szolgához. Miért? Mert a szép ábrázatú nő sokkal inkább olyan, mint egy idegen pogány, aki most teljesen a nulláról betér. Egy kánálit a szolga, amikor betér, amikor befejezi a betérését, ő már valamennyire zsidó volt előtte is. Akkor lehet, hogy a bölcsek is azt fogják mondani, hogy egy olyan esetben, amikor egy kánálit a szolgára van szó, aki már valamennyire zsidó a betérés végső lépcsője előtt is, őt lehet az akarata ellenére is betéríteni. De tánya echod gérve, echod lökják eved minna a évét, hogy havim, carich le kábel, hallökják mi szól, én carich le kábel. Ugye van egy brájta, ami erre utal. A brájta azt mondja, hogy amikor egy betértet fogadunk be, vagy amikor egy pogány embertől veszünk egy szolgát, akkor mind a két esetben az illetőnek magára kell vennie a Tóra és a zsidóság hitelveit és micváit. De mi van itt a hangsúly a szövegben, hogy amikor egy zsidótól veszünk, amikor egy pogánytól veszünk egy szolgát, tehát amikor a nulláról indulunk, akkor mivel ez a szolga egy pogány, és egy pogánytól jött, akkor a magára kell, hogy vegye a parancsolatokat. De amikor egy zsidótól veszünk egy szolgát, akkor mivel az már részben ő már az előző körben, amikor először a zsidónak a szolgája lett, ő már magán tartotta vagy magára vette a micvákat, akkor nem kell újra rávenni őt. Mani, írev simben azzal, ha amár lőj kják menni évek, havin nám én cöhök, kábel, elre van, úgy máj minden, hogy kják menni évek, havin cöhök, kábel, amár lőj kják menni, szal, én cöhök, kábel. Azt mondja a Talmud, akkor ez a brájta, amiben úgy látjuk, hogy ha egy pogánytól veszel egy szolgát, akkor az magára kell, hogy venje saját akaratából a Tórának és a zsidóságnak a szabályrendszerét. De hogyha egy zsidótól veszel egy szolgát, akkor az nem kell, mert ő már valamennyire benne volt. Ez nyilván nem jelhet Simon ben Elazar, aki ezt mondja, mert ő szerint, ha egy pogánytól veszel, akkor se kell, hogy magára vegye, hanem az akarata ellenére teheted Kánaánt a szolgává, tehát ilyen fél zsidóvá. Akkor kinek a véleménye ez? A bölcsek véleménye, és mit látunk, hogy a bölcsek mégiscsak akkor azt mondják, hogy bizonyos esetekben nem kell, hogy a konszenzusa legyen az illetőnek ahhoz, hogy Kánaánt a szolga legyen. El a kása echad gérve echad evedme sukra, ki tánya lehinyent vilahit tánya. Akkor miért tanultuk azt, hogy egy párhuzamba van hozva a betérő és a Kánaánt a szolga, és mi úgy gondoltuk, hogy abból a szempontból van párhuzamban, hogy nem kell az ő konszenzusa, azt mondja, a Talmud az lehet, hogy csak a alámerülés szempontjából hozta párhuzamba őket, és nem pedig a Tóra és a zsidóság szabályrendszerének a magára vétele szempontjából. Oké, akkor összefoglalva, hogyha most a végén egy kicsit elvesztettük a fonalat, tehát akkor ugye alapból mit mondunk? De Simon ben Elazar azt mondja, hogy ugyan egy betérőnek mindenképp kell a konszenzusa a betéréshez, egy kánálit a szolgának nem kell. Kánt a szolgát az akarata ellenére zsidóvá lehet tenni. A bölcsek mit mondanak? Hogy de, a kánálit a szolga az legalább az elején, amikor magára veszi az első alkalommal a betérés első lépcsőjét, amikor kánálit a szolgaként már így fél zsidó státuszba kerül, akkor mindenképp kell a konszenzusa. Hogy a második lépésben kell a konszenzusa,
az már értelmezés kérdése, egyes vélemények szerint igen, mások vélemény szerint ott már nem, hanem már az elején magára vette, akkor ezzel ő zsidóvá lett. Oké. Okay. Most térjünk vissza a szép ábrázatú nőhöz. A szép ábrázatú nőről az előbb beszéltünk, aki, amikor behozod a házadba, amikor visszajöttök a frontról, akkor azt mondja, hogy a szöveg, felolvasom nektek szabad fordításban, de ugye behozod a házadba, vehi szíről szimlás sivjöm a leo, és leveszi magáról fogoly ruháját, de jasva bebészeho, és üljön a te házadban, u baxa esz a via veszima, és sirassa apját és anyját, jerach jomim, hónapnyi napig, a hárként tavaly le, és utána legyél vele, uba álta, és hájál vele, hajsza leha le isa, és legyen a te feleséged. Ugye ezt mondja a szép ábrázaton őről. És akkor, amiről most beszélünk fog a Talmud, hogy pontosan ez a szöveg, ez mit jelent? Pontról pontra. Meg gilcha, talarabban, meg gilcha szra is vesz a cipornea, azt mondja, hogy és borotválja le a fejét, ugye ez az, bocsánat, az egyen előtte levő mondatot nem olvastuk, még egyszer, mind a két mondatot együtt felolvasom. Tehát, de vészeltem, hogy hozd a házadba, borotválja le a fejét, és csinálja meg a körmeit. És vegye le a fogoly ruháját magáról, és üljön a házadban, és sirassa apját és anyját hónapnyi napig, és utána légy vele, és hájál vele, és legyen neked a feleséged. Ja, akkor mit jelent az, hogy és borotválja le a fejét, és készítse el a körmeit, csinálja meg a körmeit? Magyarul, amikor azt mondják, hogy valami nő megcsinálja a körmeit, az azt mondja, hogy elment a manikűröshöz, és az megcsinálta a körmeit. Ebből Lezer Aimer tokoic, ebből Akiva Aimer tagdil. Ebből Lezer szerint le kell, hogy vágja a körmeit, ebből Akiva szerint meg kell, hogy növessze a körmeit. Hogy? Nem. Amar Rabbi Lezer nem rasszi ebben rá, és nem rasszi ebben cipornáim. Oké, okay, tehát akkor Rabbi Lezer szerint le kell, hogy vágja a körmeit, Rabbi Akiva szerint meg kell, hogy növessze a körmeit. Rabbi Lezer azt mondja, hogy le kell, hogy vágja a körmeit, honnan vesz, hogy az levágás a körmei megcsinálása. Mert ha a fejénél a leborotválást kell csinálni, le kell borotválja a haját, akkor a körmeit is nyilván ezt jelenti, le kell vágnia. Rabbi Akiva, mert nem már a szélbre és nem a szélbe cipálni, már lehálin nivul, afkan nivul. Rabbi Akiva szerint viszont nem. Ugyan van párhuzam a fejborotválással, de ugyanúgy a fejborotválás azért van, hogy a nő visszataszító legyen, ugyanígy a körömmel is azt kell csinálni, hogy visszataszító legyen. Érdekes, hogy attól lesz visszataszító, hogyha megnöveszti a körmeit. A manapság egy hosszú köröm, ha ápolt, akkor az vonzó. Úgy látszik, abban az időben az éppen, hogy visszataszító volt. Akkor a Rabbi Akiva szerint meg kell, hogy növessze a körmeit. Ura álljál a divre Rabbi Lazar, hogy Rabbi Lezernek van igaza, tehát, hogy a köröm vágásáról van szó, és az a jele a gyásznak. Hogy a köröm megcsinálása az a köröm levágását jelenti, bocsánat. Erre van egy másik hivatkozásunk, amiből ezt bizonyítani lehet, amikor Dávid Avsalom halála után visszatér, és találkozik Mipibósettel, akkor azt mondja Mipibósettben, Sal, Jarad, Likrasza, Merechlé, Asszaráglavlé, Asszasz, Faszaj, és jött Mipibósett, Saul fia a királyhoz, és nem csinálta meg lábait, és nem csinálta meg bajszát. Mit jelent az, hogy nem csinálta meg? Hogy nem vágta le? Nem vágta le a bajszát, és a lábait, pedig a lábkörmeit. Hogy? Nem volt pedig pedikűrösnél. Oké, tehát ez a köröm csinálása. Igen, kérdés. Amikor nyírja le, vagyis vágja kopasz a fejét. Igen. A hölgy, igen. Akkor ennek még nincs köze ahhoz, hogy mit vallásra zsidó növés. Semmi köze hozzá. Tehát ez kimondott csupítási célal? Igen, így van. Különben ez egy félreértés, akkor már ezt szóba hoztak. Nekem is eszembe jutott, ahogy ezt mondtuk. Hogy a vallásos nők leborotválják a fejüket, ez nincs így. Nincs így, nem borotválják le a fejüket. Az előírás az, hogy egy vallásos nő a házasság után el kell, hogy takarja a haját. Nem leborotválja, hanem eltakarja a haját.
egy közösség van, ahol ezt csinálják, a szatmáriaknál van, hogy igen, hogy leborotválják a nők fejét, de a legtöbb vélemény szerint nem, hogy ezt nem szoktuk csinálni, hanem kifejezetten tilos, mert egy nő nem lehet ronda, nem szabad elrondítani a magát. Lehet, hogy ott azt szeretik, hogyha egy nő kopasz, de azt tekintik szépnek, de ezért a legtöbb vélemény szerint kifejezetten tilos. Eltakarják a hajukat, az nem azt jelenti, hogy leborotválják. Ebből is látjuk, hogy egy leborotvált fejű nő az visszataszítós. Ezért kell, hogy itt ő leborotválja a fejét. Tanorábanon, ubachszvesz a viavesz ima. Ugye a következő mondat az az, hogy egy sirassa az apját és az anyját. Erről azt mondták a bölcseink, Rabbi Lezer aimer a via, mámas ima, ima, mámas. Rabbi Lezer szerint az apját és az anyját azt szó szerint kell érteni, hogy siratja az apját, az anyját, akiktől el lett választva. Különben Larisának üzenem, hogy itt nem arról van szó, hogy megölték az apját és az anyját, és azokat siratja, hanem hogy el lett tőlük ragadva. Rabbi Lakiva, mert a vihave ima zöjjá vagy de zara. Rabbi Lakiva szerint pedig, amikor siratja az apját és az anyját, az azt jelenti, hogy a bálványait siratja. Hénu aimer, aimrim lejétsz a viáta, mert ugyanígy mondja Jeremiás, hogy a pogányok a darab fának is azt mondják, az apám vagy, atyám, égi atyám, beszélnek egy darab fához. Ugye akkor a bálvány az az apja és az anyja. Mennyi ideig kell, hogy így legyen ez a nő? Yamim jerach, jerach yamim, jerach slaishim yam. Egy hónapnyi napig, ez azt jelenti, hogy 30 napig. Simon az arra, mert tisim jaim, jerach slaishim, yamim slaishim, vacharkén slaishim. De Simon az azt jelenti 90 napig. Miért? Mert a szöveg azt mondja, hogy hónapnyi napig és utána vidd be a házadba. Hónapnyi, napig, és utána mindegyik 30, az összesen 90 nap. Másképpen a vina, amá, éjma, jerach, slaishim, yamim, slaishim, acharken kiháni. Azt mondja a vina, de ha ezt így értelmezik, akkor az ő is lehetne enni, hogy ez összesen 120 nap. Miért? Mert hónap, nap, és utána. Hónap az 30, nap az 30, és utána az még egyszer ennyi. Akkor 60, meg még 60. Akkor az lehetne 120 nap. Azt mondja, Talmud Kashe, tényleg ez egy jó kérdés. Oké, tanulábanom. És visszatérünk a kánaánita szolgákhoz, és ahhoz a kérdés ez, hogy ezt kánaánita szolga, az be kell-e, hogy térjen, vagy sem. Me kájmin a vadim se én a malin divreb is marra. Kibeaj, mert én me kájmin. Azt mondja a Brájta, de Ismael azt tanította, hogy meg lehet tartani olyan szolgát, aki nem metélkedik körül. Itt a körülmetélkedés az a betérésnek a szinonimája. Tehát egy kánaánita szolga nem akar körülmetélkedni, nem akar zsidóvá lenni, nem akarja zsidó szabályokat tartani, akkor Rabbi Ismael szerint meg lehet tartani. Rabbi Akiva szerint nem lehet megtartani. Amire Rabbi Ismael áréó imerve in nafes benamo szecha. Miért, mire építi Rabbi Ismael azt, hogy meg lehet tartani? Mert amikor a hetedik napi pihenésről van szó, és a Tóra felsorolja, hogy szombaton ki mindenkinek kell pihenni, akkor azt mondja, a hat napon át dolgozz, a hetedik nap pihenj, te, családod, feleséged. Családod, feleséged, gyerekeid, és a szolgád, és a szolgáló nőd fia. Külön van említve a szolgád és a szolgáló nőd. Mire következtetője ebből, hogy van a szolgád, az a kánaánita szolga, aki betért kánaánita szolgaként, félig zsidónak, és van a szolga nőd fia, az az a szolga, aki nem tért be. Kétféle szolga van, a szolgád és a szolga nőd fia. A szolga nőd fia az az, aki nem akart betérni, a szolgád az, aki betért. Mit mond ebből Rabbi Ismael? Hogy ezek szerint a szolgának nem feltétlenül kell betérnie. Ha nem akar betérni, akkor meg lehet tartani. Mit mond erre neki Rabbi Akiva? Amelé Rabbi Akiva. Belőj keach eved bénas masos felé hiszpikle molója kasszumed áver. Azt mondja, igazad van, de ez csak azért van, mert egy olyan speciális esetről beszélt óra, amikor péntek késő délután vettél egy szolgát a szolgapiacon, és már nem volt elég idő, hogy körülmetéld és betérj is. Akkor van egy szombat, amikor
még már a szolgár, de még nem tért be, és ezért beszél róla külön. Van a szolgár, és a szolgárnőt fia, aki még nem tért be. De nem azért, mert meg lehet tartani, ez csak így most így alakult. Péntek délután volt egy jó deal, megvetted Beinaf és Benem a Szecha. De kulám, mi az, Beinaf és Benem a Szecha, beedved akarom, szív. Máj, más mondja, tánja, Beinaf és Benem a Szecha. Akkor minden esetre mind a kettő egyetértek, hogy a szolgálónőt fia, az az a szolga, aki még nem tért be. A kérdés csak az, hogy ez hosszan így tartható, tehát hogyha arról van szó, hogy valaki hosszú távon nem tér be, vagy csak arról van szó, hogy van egy péntek délutáni vásár, és ott akkor egy szombat van, amikor nem tért be. De mindenki egyetért, hogy a szolgálónőt fia az az a szolga, aki nem metélte magát körül. Honnan tudjuk, hogy ez így van? De tánja vagy naf, és mondja, a szeha beved, erről a kasszom, mert ábe. Hát ha én beved, arról én élem, de beved mahul. Soha én mellem ányja, nuhacham, de hamasz, ha kérjek, ha árja, beved mahul, amul. A mánövi kávű naf, és mondja, de valami. Onnan veszük ezt. Onnan, hogy a szövegben az is írva van, hogy pihenjen a szolgád és szolgálónőd hozzád hasonlóan, tehát a szolga meg a szolganő ott már említve van, akkor itt pedig külön említve van a szolganőd fia, Benem a Szecha, akkor a kettő nem jelentheti ugyanazt, ezért értenek egyet azzal, hogy az egyik az, aki betért, tehát körül van metélve, a másik az, aki nem tért be. Oké. Okay. Ha már erről van szó, akkor ezt a szöveget nézzük meg. Ki mindenki van megemlítve? Meg van említve a szolgád, a szolgálnőd, a szolgálnőd fia, és meg van említve az idegen, gér. Ugye a gér, abban a különben úgy szoktuk folytatni, hogy idegen, de szó szerint rezidensnek kéne nevezni. Én nem tudom, hogy erre van-e jó más kifejezés a magyarul, és nem angolból átvett kifejezés. Mert a gér az a gár szóból jön, az a lak, aki veled lakik. Idegennek fordítják, de valójában nem idegenről van, szóval az, aki rezidens. Rezidens státuszban van. Most ez két dolgot jelenthet. A Tóra szövegében a gér, az jelentheti azt, aki betért zsidónak. Az, akkor a veled lakik, az azt jelenti, hogy veled lakik, magyarul, hogy ő magára vette a zsidóságot. Ezt hívjuk gércedeknek, igaz betértnek, igaz rezidensnek, és van a gértojsov, a lakórezidens. Az mit jelent? Az, aki nem tért be zsidónak, de magára vette a Noé hét törvényét. Ugye azt kell tudni, hogy a ókori Izraelben csak olyan nem zsidó lakhatott, aki vagy betért zsidónak, vagy magára vette a Noé hét törvényét. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ugye a Tóra többször említi, hogy az idegennel járjál el megértően, és segítsed, és mit tudom én, ez jelentheti mind a betértet, mind pedig azt, aki a Noé hét törvényt magára vette. De ugye ezt szokták ilyen politikai kontextusban manapság idézni, hogy hát akkor az idegenek, akik bejönnek, azoknak meg kell adni a ugye, pozitívan kell velük bánni. De a Tóra szerint ez kire vonatkozik? Arra az idegenre, aki magára vette a helyi törvényeket. Vagy zsidóvá lett, gércedek, vagy legalább az emberiségre általánosan vonatkozó Noé hét törvényét magára vette. Mert csak ez maradhatott Izraelben. Most bizonyos helyeken nem világos, hogy a gér az kire vonatkozik. A zsidó betértre, tehát aki gércedek, aki teljesen betért, vagy a gér tojsavra, arra, aki csak a Noé hét törvényét vette magára. Amikor a Tóra azt mondja, hogy a szombaton pihennie kell mindenkinek, még a veled lakó rezidensnek is, a gérnek is, az kire vonatkozik? Vaha gér, ze gér tojsov. Ez a rezidens lakó, vagyis az, aki a Noé hét törvényét vette magára. Hát a imer ze gér tojsov, vagy én elegér cedek. Nem, miért mondod, hogy ezt jelenti? Miért nem esetleg azt jelenti, hogy aki betér zsidónak? Soha imer, gér ha sebb, és a reha gér cedek, amur man, me kaimbá gér, ze gér tojsov. Azért nem jelenteti ezt, mert van még egy hely a Tórában, Mózes 5. könyvben, ahol azt mondja, hogy és a rezidensed, aki a kapuikban van, ő is pihenjen. Tehát kétszer van említve a gér, egyszer a gércedek, az, aki zsidóként betért, és egyszer, aki Noé hét törvényét vette magára. Tehát mind a kettőjüknek pihennie kell. Ugye másképp kell pihennie. Ugye aki zsidónak betért, ő
nőnek úgy kell pihennie, mint egy zsidónak. Aki gérta isov, tehát aki a Noé hét törvényét vette magára, neki nem kell szombatot tartani, de te nem dolgoztathatod. Te nem, neked nem végezhet munkát szombaton. Amarim is soha ben lévjen, hogy kiach eved bin ha öjvet kaj havim bilai racaj lamul meg gálgalin amai át sném aszor hajdes. Lajmal, ha izörö majjaka lajövnek a havim. Azt mondta Rabbi Shua ben Lévi, ha egy szolga, én vettem egy szolgát egy pogánytól, és ez a szolga nem akar betérni, nem akarja körülmetélni magát, akkor 12 hónapig még lehet vele, lehet győzködni. De ha 12 hónap után se akar betérni, akkor el kell adni. Nem lehet nálad. Amru Rabban, aki megy dráv papa, aki man. Kinek a véleményét tükrözi ez a mondás Rabbi Shua ben Lévinek? Rabbi Akiva, de lőjük Rabbi Akiva, de Rabbi Akiva, ha már én meg kájmi? Ugye Rabbi Akiva azt mondta, ugye két véleményünk volt korábban, Rabbi Akiva és Rabbi Eliezer. Az egyikük azt mondta, hogy nem lehet egyáltalán, bocsánat, Rabbi Ismael és Rabbi Akiva. Rabbi Ismael azt mondta, hogy meg lehet tartani egy olyan szolgát, aki nem tért be, és Rabbi Akiva azt mondta, hogy nem lehet megtartani. Itt mit mond Rabbi Shua ben Lévi? Hogy 12 hónapig meg lehet tartani. Akkor ez kinek a véleménye? Rabbi Akiva azt mondta, hogy egyáltalán nem lehet megtartani. Ugye? Hiszen azt mondta, hogy amikor a Tóra beszél egy ilyen szolgáról, az is csak az, azért van, mert van egy a szolga, akit vettél péntek délután, és épp, hogy még becsúsztál szombatban, mielőtt körülmetélted volna. Tehát akkor nyilván nem engedi meg, hogy 12 hónapig még ott legyen a házadban betérés, vagy körülmetélés nélkül. Tehát akkor ez nem Rabbi Akiva, hanem Rabbi Ismael, aki azt mondta, hogy meg lehet tartani. Mit lent azt, hogy meg lehet tartani? Ez szerint azt jelenti, hogy egy évig meg lehet tartani, de utána már nem. Tehát ha még mindig nem akar betérni, akkor hagyni kell. El kell engedni. Amelé Rav Papa, filu témi Rabbi Akiva, hanni mili heichade lei paszkale min ilszei? Ával heichade paszkale min ilszei paszka. Azt mondja Rav Papa, nem. Én azt el tudom magyarázni, hogy ez tulajdonképpen Rabbi Akivával is összeegyeztethető. Mikor mondta Rabbi Akiva azt, hogy egyáltalán nem lehet megtartani egy kánaanita szolgát, aki nem tér be? Akkor, hogyha előre megállapodtak, hogy be fog térni. És a kánaanita szolga meggondolta magát. De ha előre megállapodtak, hogy nem fog betérni, akkor 12 hónapig még meg lehet tartani, és lehet győzködni. És akkor így kijön a Rabbi Akiva szerint is. Amarav kahana, amrisszile smájtak méderav zvid minnahárdava, amar li i hachikika, amar Rabbi Akiva, ülő kiák ajvéd, vénes most, ez lisni léha. Azt mondja, de hát akkor ugye Rav Kána azt mesélte, hogy elmondtam ezt a választ Rav Zvidnek, és ő azt mondta nekem, de várjunk csak, ha ez igaz lenne, akkor amikor a Talmud megkérdezte, hogy Rabbi Akiva szerint miért beszél a Tóra külön arról a szolgáról, aki a szolgáló nőt fia, és mit mondott erre Rabbi Akiva, hogy arról a szolgáról van szó, aki ugyan nem tért be, de csak azért nem tért be, mert péntek délután vetted, majd mondhatta volna azt a Rabbi Akiva, hogy arról a szolgáról van szó, aki előre azt mondta, hogy ő nem fog betérni, és még abban a 12 hónapban vagy, amíg győzködött, hogy térjen be. Azt mondja a Talmud, Hádami Trétáimeka, már valójában ezt a választ is adhatta volna Rabbi Akiva, de ő egyen választ adott a kettő közül. Tehát akkor ez szerint a változat szerint Rabbi Akiva mit mond? Egy szolgának mindenképp be kell térnie. De ha előre kikötötte, hogy be fog térni, akkor rögtön be kell térnie. Ha nem, akkor még 12 hónapig lehet húzni. Slach revin mismeid ravillai, hal rabai számra mismai, ézdu eved erőre sem utalad a kájma, az első lakai rabai almanásra lajra mulaj, Ravin, Rabbi Alai nevében azt mondta, minden bölcseim, tanáram, mestereim azt tanították nekem, hogy ki az a körülmetéletlen kánaanita szolga, akit meg lehet tartani, az, aki előre kikötötte az urával, hogy ő nem fog betérni. Amró Rabbenek, amint Rav Papa, ezt elmondták Rav Papának, és azt mondták, ke mán, de lőjük Rabbi Akiva, de Rabbi Akiva, már én meg Kaimin, és megkérdezték tőle, ugye ez nem Rabbi Akiva véleménye szerint van, mert Rabbi Akiva azt mondta, hogy nem lehet megtartani egy szolgát, aki nem tér be. Amelé Rav Papa, a filotém Rabbi Akiva, hanem mi lejéhada lejésznál be hadé, amel lejéhada lejésznál haszné. És azt mondta nekik Rav Papa, de Rabbi Akiva is úgy értette, hogy nem lehet megtartani egy szolgát, aki nem tér be, hogy akkor nem lehet megtartani, ha előre kikötötték, hogy be fog térni, és mégis ellenáll. De ha előre kikötötték, hogy nem fog betérni, akkor meg lehet tartani, ahogy az előbb is mondtuk, legalább 12 hónapig.
legalábbis 12 hónapig. Amarav kahana amrissel és májtak médrem zidben árdava amellé, iachik kamelem le kiva, belő kiák evedem, és most azt mondja, iszpítlem újra lisnél, ha, azt mondta erre Rav Kahana, oké, ezt a választ elmondtam Rav Zvidnek, mire ő azt mondta, hogy na jó, de hogyha ez tényleg így van, ahogy az előbb is mondtuk, akkor Rav Akiva, amikor megkérdezték tőle, hogy a Tóra miért beszél külön a szolgálónőt fiáról, akkor mit mondott? Azt mondta, hogy azért, mert egy olyan speciális esetről van szó, hogy péntek délután vetted, és már nem volt elég idő, hogy betérjen, ehelyett mondhatta volna azt, hogy az egy olyan esetről van szó, amikor előre kikötött, hogy ő nem fog betérni. Miért nem ezt a választ adta? El a Hadmitrét last time kamer. Azt mondja, a Talmud. Végül is akkor ugyanazt a választ, mint az előbb, hogy hát itt több lehetséges, két-három lehetséges válasz volt, és ebből egyet adott Rabbi Akiva, de valójában mondhatta volna valóban ezt is, amit itt mondunk. Hogy előre kikötötte, hogy ő nem fog betérni. Jasszél Rav Hanine bár papiv, Rav Amiv, Rav Yitzchak Nafka, Klinev, Rav Yitzchak Nafka, egyszer ültek és együtt tanultak Rav Hanina, Rabbi Ami és a Yitzchak Nafka, a Yitzchak Nafkának a teraszán. Jaszfika Amár. És a következőt mondták. Irákász hajsza velet Yisrael velai racsában deollem lamul. Volt egy város Izraelben, akinek a szolgái nem akartak betérni közösségileg. Gilgulim majd mácsném az örhajdes. És az uraik 12 hónapon keresztül győzködték őket. Hazrum, machrum, laidike, havim. És a végén, amikor nem sikerült meggyőzni őket, akkor újra eladták, visszaadták őket pogányoknak, mert nem tértek be, nem lehetett 12 hónapnál tovább megtartani őket. Kemán, kinek a véleménye szerint jártak el? Ki hajtána, az szerint a mester szerint, aki a következőt tanította. De tánya, lőj, kiach, evé minél évét kell hamilő acolom, hogy gálgén és nyomjesz a hajdes, lőj, mozzá, azt tanultuk a Brájtában, hogyha valaki vette egy pogánytól egy szolgát, és ez nem akar betérni, akkor 12 hónapig még kell győzködni, de ha ezután sem akarja körülmetélni magát, akkor újra vissza kell adni egy pogánynak. Simon ben Lazarai, mert én másina össze berci stralmitné, hefszette háris, ubira smuchel száfár, én másina össze, ikal ikar sem, hogy ismá, davar vi élek, vagy émelek a vélő évét kehamin. Azt mondta ennek kapcsán, Simon ben Lazar, hogy nem elég, hogy vissza kell adni, és el kell adni egy pogánynak, de nem is szabad, hogy Izraelben lakjon. Egy bálványimádó nem szabad, egy pogány nem szabad, hogy Izraelben lakjon. Tehát, hogyha ez a szolga nem vette magára nem akart betérni, nem betérte magát körül, akkor ne is maradjon Izraelben. Miért nem? Vagy azért, általánosan azért nem, mert tisztátalanná fogja tenni a trumát. Ugye a trumára nagyon ügyelni kell. Így is elég szórez, hogy sok amhórez van, tudatlan, aki nem tudja, hogy kell ügyelni, hogy a truma ne váljon tisztátalanná. De itt lesz még egy pogány is, akkor az még inkább tudatlan, még inkább előfordulhat, hogy tönkre fogja tenni a trumánkat. De ennél még praktikusabb válasz, hogyha egy olyan településről van szó, ami egy határmenti település, akkor meg pláne nem lehet megtartani, mert akkor félünk attól, hogy a határon túli pogányokkal együtt összefogja szűrni a levet, és ellenünk fog felkelni. Tehát, hogyha nem akar betérni, akkor el is kell hagynia Iszert. Tánya Rav Hananya bnő Iszere, és ne mondjam, Lilag, mitné, má gérim bizmána ze, me unnim vi szurim bajma lén. Nagyon érdekes dolog, most visszatérünk végezetül az utolsó tanításra a mai napnak. Visszatérünk a betértekhez. Korábban volt már róla szó, hogy amikor jönnek a betért, akkor elmondjuk neki, hogy hát azért nem olyan nagy buli zsidónak lenni, a zsidók szenvednek, üldözik őket, stb. És ennek ellenére be akar térni, akkor elfogadjuk. Ugye a kérdés most egy ilyen filozófiai kérdés lesz, hogy tulajdonképpen, amikor egy nem zsidó betér, akkor miért kell neki is kivenni a részét a zsidók szenvedéséből? Ugye, mi a kérdés? Az, hogy a zsidók szenvednek, miért szenvednek a zsidók? Nem csináltak semmi rosszat, miért szenvednek? Ha nem csináltak tényleg semmi rosszat, akkor azért szenvednek, mert az őseik bűneinek a büntetését viselik magukon. Mi pnéhata énug a linumár cénum, mondjuk ugye a ünnepi imánkban, a bűneink miatt űztek el bennünket a hazánkból,
és hát ennek a büntetését viseljük magunkon, hogy, hogy ezért itt számüzetésben vagyunk, és itt üldöznek minket, stb. De mi az oka annak, hogy egy betért, ő szenved, az ő ősei nem követtek el semmit? De ugye, hogy? Oké, de gyakorlatban azok nem az ősei. Erre mit mond? Azt mondja, hogy azért, az ősei az ősei is elkövettek. Mit követtek el? Hogy nem tartották meg a Noé hét törvényét. Szerinti, hogy mindenki, érdekes, mert máshelyen azt mondjuk, hogy az ember nem viszi magán az ősei bűneit. Itt meg abban indulunk, hogy valamennyire mégis magán viszi. Akkor mi a büntetése neki? Neki miért kell szenvednie? Mert azt a hét törvényt nem tartották meg. De mi jöjjön, hogy Gensnész Gárke katonusod előtt Dami, de mi jöjjön, ezzel nem ért egyet, ahogy te is mondtad. Mert azt mondja, egy betért, aki betér, az olyan, mint egy újjászületett. Tehát nem lehet az olyan, az ősei nem tartottak meg, vagy azok nem is az ősei. Lehet, hogy biológiailag az ősei, de a gyakorlatban azok nem az ősei, ő letért az ő útjukról, az nem, egy újjászületett. Akkor viszont miért szenved? De fíjse, én kínbedik duke mitzvészkeiszről. Azért, mert nem eléggé ismerik a micvákat. Egy betért, ő nem ismeri annyira a halakákat, és ezért szenved, mert nem tudja úgy tartani a micvákat, mint egy zsidó, mert nem ismeri annyira a micvákat. Érdekes, ma, amikor valaki betér, akkor úgy megtanítják, hogy jobban tudja, mint egy átlagos zsidó. De itt akkor úgy tűnik, ebben az időben fordítva volt, és nem tudja annyira jól, és ezért szenved. Abba Hanon Aymer, Mishum Rabbi Lazare Fisha Inna Iszime Ava Elemira. Abba Hanonnak van egy harmadik véleménye, azt mondja, azért, mert a betértek nem szeretetből, hanem félelemből tartják a Tórát. Vagyis, hogy félnek a büntetéstől, és ezért ez nem egy olyan magas szintje a Tóra és a zsidóság megtartásának, és ezért szenvednek. Érdekes, nem értem pontosan, hogy miért gondoljuk, hogy inkább, hogy egy betért inkább hajlamos arra, hogy a pokoltól való félelemből tartsa a micvákat, mint egy született zsidó, de vagy ebből indulnak ki, hogy különben nem vált volna zsidóvá. Hogyha nem félelemből érdekes. A Héri Moimri, negyedik válasz, mipnés a Sahu Acmomri Kanez Tachas Kamfelskina. Azért, mert túl sokat váratott arra, hogy az örökkévaló szárnyai alá bejöjjön. Ez is érdekes, nem? Szerintem neki már rég be kellett volna térnie. Nem kitért be elég hamar? És ez a probléma. Amár, és ennek egy bizonyítéka, amár abban Bauba, Szimei, Rabbi Hanina, Maik Raj, Salem Hashem Palachos Hi, Maszkurteik Sreima, mert ima sem elékei szal, a ser basza, lachsa és vegajmer. Rabbi Abbahu, vagy mások szerint Rabbi Hanina, ezt az utóbbi magyarázatot, ezt Rút történetéből vezeti le, hogy amikor Boáz megáldja Rútot, hogy hát ő mégis a zsidó népet választotta Moab helyett, akkor azt mondja neki, és fizesse meg Isten mindazon cselekedeteidet, és legyen jutalmad teljes az örökkévalótól, Izrael istenétől, hogy jöttél az ő szárnyai alá. Mit látunk ebből? Hogy jöttél, ez azt jelenti, hogy időben jöttél, és nem késleltetted. Amikor megérezted, hogy neked be kell térni, akkor nem késleltetted a betérést, hanem amilyen gyorsan csak lehet, jöttél. Ja, nagyon érdekes ez az utolsó rész, mert önmagában érdekes, hogy az, hogy a zsidók szenvednek, az selbstverständlich, az nem kérdés, hogy miért szenvednek. De szegény betért, tehát miért kell neki szenvedni? Mi rosszat csinált ő? És erre keressük a választ. Kedves barátom, idáig tartott a mai tanulás, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel ugyanígy, ugyanitt, ugyanekkor a 49-es lappal folytatjuk. Addig is kívánok mindenkinek egy további szép napot, a leges legjobbakat, a viszontlátásra, viszont hallásra.